Amikor elmondtátok a nyerőpárosban, hogy nyitott házasságban éltek, utána sokkal több ajánlatot kaptatok? Esetleg pároktól? Szexuális ajánlatot? Ez egy azért nagyon veszélyes helyzet, mert onnantól kezdve mi az összes olyan helyről, ahol korábban ismerkedtünk, leszedtük magunkat. Mert nagyon megváltozott. Volt olyan oldal, ahol fenn voltunk. Aha. De ezek milyen swinger oldalak? Hát nem swinger oldalak, hanem ilyen ismerkedős oldalak, ahol nem. De együtt voltatok fenn, vagy külön-külön? Együtt. Együtt is, meg külön-külön is. És ott... Valójában milyen párokat kerestetek? Tehát olyan, nem párokat kerestetek, nem. Hanem inkább a kira pasit, te pedig nőt? Is. Meg olyan párokat, akik mondjuk csatlakoznak más párokhoz. Igen. De te nem kerestél pasit, és a kira nem keresett nőt? A kira nem keresett nőt. Én engem nagyon izgatott ebben az egészben az a fajta felfedezés, ami szexuálisan érdekes lehet, vagy ami szexuálisan, hogy én mennyire vagyok nyitott dolgokra. És kiderült, hogy igen, vagyok bizonyos dolgokra nyitott, sokkal szélesebb körben, mint ahogy azt mások, vagy színesebben, mint ahogy azt mások teszik. Tehát volt egy-két kalandom. Igen. Ezt. De előtte, kira előtt ezt nem fedezted fel? Dehogy nem. Ja, kira előtt is fedezted. Ez nem volt kérdés soha. Azt kell tudni, hogy én nem... Sokszor nem kerestem ezeket a lehetőségeket, hanem adódtak. Tehát olyan szempontból adódtak, hogy mondjuk mit tudom én, a kirával felmentünk egy társkereső oldalra, ahol kiderült, hogy nagyon szívesen csatlakozik egy fiú, aki mondjuk nem csak a lány örömére tesz, hanem mondjuk a fiú örömére is tesz. Tehát hogy ez az egész egy kicsit ilyen... És a kirába izgi... belement? Persze. Belement. Persze. Tehát őt ez soha nem... Sőt, tehát őt ez soha nem bántotta, hanem... De tetszett neki? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Mindenhol egy teljesítéskényszer van bennem, egy teljesítménykényszer, és iszonyatosan nehezen oldódom föl ezekben a helyzetekben, és nem azért, mert nekem ez furcsa, hanem azért, mert van egyfajta olyan kötelék a kirával, vagy amit így önmagammal szemben nem engedek meg. Tehát ez ugyanolyan, mint az alkohol nem ivás, hogy csak mondjuk azzal nem is próbálkozom. De hát én tudom, hogy az életben a szexualitás az egy örömforrás, tehát úgy vagyok vele, hogy nem akarom megfosztani magamtól, ha ezzel senkivel nem árt, senkinek nem ártok. De ugyanakkor mégsem tudok elég szabad lenni ebben.